2019 év végén komoly változás lép életbe az ingatlan piacon. December 31-ig tart az 5%-os lakásáfa kedvezmény, így az 2020-tól ismét 27%-os lesz. Azonban 2023. december 31-ig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Ezt az árkülönbséget pedig várhatóan beépítik majd az ingatlanok áraiba, így árcsökkenésre még nem lehet számítani a piacon. Jelenleg az egyik legfontosabb feltétel a lakásvásárlásnál, hogy helyileg hol van az ingatlan. Nyíregyházán a legtöbben a belvárosban, Örökösföld bizonyos részein, illetve a Józsaváros belvároshoz közelebbi részén keresnek lakást. Leginkább negyedik emelet alattiakat vásárolnak, az viszont már nem számít, hogy tégla vagy panel, ugyanis sokkal többen keresnek eladó vagy bérelhető lakást, mint amennyit a piac kínál, közölte az Otthoncentrum nyíregyházi irodavezetője 35 perc című műsorunkban. Az új építésű lakások árai azért a bőven 400 ezer forint fölötti négyzetméter áron mozognak, 400, 420, 450 ezer forintig is elmehetnek akár, természetesen attól függően, hogy hol van az az ingatlan. Viszont a használt ingatlanok négyzetméter ára is hát réglátott magasságokba emelkedett, tehát itt is van olyan hely, van olyan típusú ingatlan, ahol a 400 ezer forintos négyzetméter árat már elértük. A három gyerekesek egyre inkább kihasználják a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtotta lehetőségeket, így egyre többen keresnek nagy alapterületű lakásokat is. Friss házasok vagy idősebb házaspárok viszont inkább a kisebb lakásokat keresik. Az árakat több szempont is befolyásolja, de mindenki próbálja a legmagasabb áron értékesíteni saját ingatlanát. Kereseti piacról beszélünk, nem kerül olyan túl sok fejtörésbe eladni egy ingatlant, ha az árat jól határozza meg az ügyfél. Persze, mivel emelkedő árakról beszélünk, azért mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni az ingatlanából, de azért van egy határ, amit most még nem léptünk át, lehet, hogy egy negyed év múlva már magasabb áron tudnál adni ugyanazt az ingatlant, mint ahogy 2018 év elején nem gondoltuk volna ezt, hogy használt ingatlanért 400 ezer forintos négyzetméter árat el lehet kérni. Kit mennyire szorít az idő? A családi házaknál nincs akkora volumenű növekedés, mint a társasházi lakások esetében. Új építésű családi ház viszonylag kevés van. A jó állapotú tégla használt házakat részesítik előnyben a vevők, ennek kedvező most a piaca. A csoknak sem sikerült élénkíteni a kertesházi piacot, ugyanis számtalan feltétele van. Ilyen például, hogy összközműves legyen, akár már a vásárlás követő másnap be tudjon költözni a vásárló, működőképes fűtésrendszere és vízhálózata legyen az ingatlannak. Minden paraméterét megvizsgálják a háznak, mielőtt elbírálják az otthonteremtési kedvezményt. A lakáshiteleknél jellemző, hogy a bankok is óvatosabbak, leginkább azt a konstrukciót részesítik előnyben, ahol a vásárló 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelt igényel.